a közösségi média sztárja, Telegdi Dani az idei EFOD Fesztivál nagyszínpadának első fellépője. De hogy miben másabb egy fesztiválos koncert egy pendrive-os hakninál, azt Dani az Indexnek elárulta. Nem csalunk, elől is, hátul is, középen is, oldal, kint, bent, fent, lent, fent a kéz! Dani, hát igazi őrület, EFOD nagy színpadán állunk, hamarosan itt fog zenélni így a felvétel pillanatához képest, ilyenkor izgul már az ember, hiszen hogyha kikukucskálsz, azért van már most közönséged a tűzönapon. Így van, hát azért izgul az ember, főleg így, hogy első alkalommal lépünk fel a nagy színpadon az EFOD-on, és főleg úgy, hogy bandával élő zenekarra, úgyhogy már mindannyian nagyon várjuk, és mindannyian izgatottak vagyunk. Mit jelent egyébként, hogy bandával? Ez egy plusz nyilván, ez azt jelenti, hogy nem egy haknit kell tolni, hanem mindenki zenél és oda teszi magát. Igen, tehát ez egy sokkal komplexebb dolog, mint egy haknizás, ott nyilván pendrive-ról mennek a zenék, stb. Itt azért rengeteg mindenre kell odafigyelni, itt konkrétan minden, amit lejátszunk, az élő hangszerről, élő zenekarból jön, illetve tőlük jön, úgyhogy itt sokkal nagyobb a bukásfaktor, illetve sokkal nagyobb a rizikó, sokkal több mindenre kell koncentrálni, és nyilván egybe kell tartani a bandát, ütemben lenni, odafigyelni, és szerintem sokkal élvezhetőbb, sokkal izgalmasabb dolog. Mennyire volt egyébként magabiztos a felkészülés, hiszen azért azt láthatjuk, hogy azért tele van a tánctér, hogyha valahol fellépsz, akár kis klubokban, de az, hogy most egy fesztivál nyitónapján kell egyetemistáknak megmutatnod magad, ez azért egy stressz. Nyilván ez egy sokkal nagyobb előrelépés, mint az eddigiek. Én úgy gondolom, hogy ezt az akadályt is jól tudjuk venni. Rengeteget készültünk a srácokkal, és én már fejben évek óta készülök erre az egészre, erre az élőzenekaros témára, és arra, hogy majd nagy színpadokon fogunk fellépni, úgyhogy én úgy gondolom, hogy mindenképpen egy nagy lépcsőfok, de biztos vagyok benne, hogy nem fogunk gondolkozni a srácoknak és nekem. Karrier szempontjából mit jelent ez azon kívül, hogy nyilván több a gázsi, de egyébként? Hát ez karrier szempontjából elég sokat jelent, az azért mondtam, hogy nagy lépcsőfok, mert azért élő zenekarra sokkal több helyre elhívnak, sokkal több helyre el tudsz menni úgy nagy színpadra, ahol mondjuk alapvetően alapesetben nem tudnál fellépni egy haknival, egy pendrive-os show-val, mert hát nyilván oda azért olyan műsor kell, hogy felkerüljön, ami az embereket így jobban szórakoztatja. Hey! Fend a kéz! Igenis, közönséged egyébként igényli azt, hogy zenekarral lépjél föl, vagy teljesen mindegy, ott vagy, ledobod a pólót, akkor már mindegy. Van ez a fajta koncert is, de én úgy vettem észre, hogy szerették és tetszik nekik, és nyilván mondom, tehát sokkal nagyobb helyek, az azt jelenti, hogy sokkal több ember is van, és ők is sokkal jobban élvezik azt, hogyha nem 30 percet vagyunk fenn a színpadon, hanem mondjuk egy órát. És hát nem, mintha te nem lennél a nemzet büszkeséged, ez a testvéred mégiscsak inkább az. Úszóként ő itt van ilyenkor a színpadon, szétszedik a rajongó lányok amellett, hogy ugye az ő szíve már foglalt, vagy ilyenkor tiéd az út? Nem, hát ő most nagyban készül, edz, úgyhogy olyan sok szabad ideje nincsen. Nyilván, hogyha engedi az ideje, akkor eljön egy koncertre és támogat. És ott van, alapvetően meg edz is készül, úgyhogy én szárazföldön rombolok, ő meg a vízben. Azt árul, de ilyenkor a backstage-ben nálad mi zajlik, eszed a gyümölcsöket és készülsz, vagy azért le lehet ilyenkor gurítani egy-két nedűt? Nem vagyok szent, én sem. Nyilván iszunk valamit, hogyha úgy hozza a nap. Szerintem mindjárt robbantunk is valami kis piát, de egyébként meg szalámi szendvicseket ettem az imént egy 5 perccel ezelőtt, úgyhogy nagyon komoly dolgokra nem kell gondolni. Remélem, hogy találkozunk itt is jövőre. De mindenek előtt köszönjük a lehetőséget, hogy eljöttünk ma, és valóra váltottátok az egyik álmunkat.